folyamatosak a beruházások Törökkanizsa községben. Az elmúlt időszakban is jelenleg is több olyan fejlesztés történik, amelyek létfontosságúak a község közműfejlesztési tevékenysége terén. Az elmúlt időszakban több fejlesztés is történt a község mezőgazdasági utak karbantartásával kapcsolatban. Dobó Sándor és családja több mint 250 hektáron termel a község számos területén, és olykor nagy gondot jelent nekik a földes utakon való közlekedés. A törökkanizsai kataszteri községben nyugat-kelet irányba ilyen mélyedések, illetve völgyek vannak. Ennek nagy része még szikes is. Esős időben főleg nehéz itt átjárni, áthordani a termét. És annak idején elgondoltuk, hogy legalább egy köves utat építünk ki. Ez ki is épült, több mint félig, néhány kilométer hosszan. Ezt kellene karba tartani, mert itt már most nagy gödrök vannak, állandóan megállnak a vizek, és rossz átjárni. Valamint kellene folytatni ezt a köves utat tovább, minden évben valamennyit hozzáépíteni. Úgy szintén több éve már a nyári utak nincsenek karbatartva, ott is gödrök vannak, és nehéz eljárni. Ott is gréderre el kellene simítani és összetolni a földet úgy, hogy lefolyjon a víz róla. Törökkanizsa község a nyári utak karbantartására a tartományi mezőgazdasági titkárságtól nyert pénzeszközöket. Így a most befejezett munkálatoknak köszönhetően több mint 2 kilométer köves és földes utat tudtak felújítani az elmúlt időszakban. Törökkanizsa község területén a tartományi mezőgazdasági titkárság határutak és rázókövek kiépítésére összesen a 2018-as évben 17,8 millió dinárt irányozott elő. Ekkora ez a befektetésnek az értéke. 4 település területén kerültek nyári utak kiépítésre: Törökkanizsa, Firigyháza, Szerbkeresztúr és Oroszlámos területén. Ezt azért gondolom fontosnak, mert a mezőgazdasági termelők ennek a befektetésnek köszönhetően gyorsabban és biztonságosabban tudják elérni a földterületeiket. Továbbiakban, ami még fontos elmondani, hogy a 18-as évben illegális szemétlerakók eltávolítását is támogatta a mezőgazdasági titkárság, összesen 1700 köbméter szemét került eltávolításra, ennek a költségei körülbelül 1,8 millió dinárt tettek ki, valamint még fontos azt is megemlíteni, hogy az idei évben a vízelvezető kanálisoknak a felújítására is jutott pénz, összesen 31,5 kilométer hosszan került ez tisztításra, aminek az összköltsége közel 9 millió dinár. A földes úthálózat mellett a város központjában is folynak a megkezdett felújítási munkálatok. Ugyanis a vízvezeték hálózat cseréje mellett az óvoda és a zeneiskola előtti járda is új térköveket kap. A folyamatban lévő beruházások közül megemlíteném a törökkanizsai vízvezeték hálózat cseréjének 4. szakaszát, melynek segítségével befejeződik az elavult vízvezeték hálózatnak a cseréje Törökkanizsa városban. Ennek a beruházásnak az értéke 26 millió dinár, és a nagyberuházási igazgatóság támogatásával valósul meg. Várhatóan az építési munkálatok a január végéig be fognak fejeződni. Emellett Törökkanizsa központjában a járdák felújítása is folyik, amelyet Törökkanizsa önkormányzata saját forrásokból pénzel, és ennek a beruházásnak az értéke 3,6 millió dinár, a beruházást várhatóan az év végéig már be is fogjuk fejezni. Ezek a jelentős beruházások mellett megemlíteném még a napokban befejeződött szennyvíz tisztító telep ellátásához szükséges fővezetéknek a kiépítését, mely előfeltétele annak, hogy a telepet kiépítsük. Ennek a beruházásnak az értéke 1,6 millió dinár volt, és ezt szintén Törökkanizsa önkormányzata saját forrásból biztosította. Orosz Urbán Csilla emellett még hozzátette, hogy a jövő évben befejeződik az egy IPA projekt keretein belül megvalósuló Törökkanizsát Szegeddel összekötő bicikliút kiépítése is, amelynek az összértéke mintegy 750 ezer euró. Láthattunk néhány megvalósuló beruházást Törökkanizsa községben, ha a vendégem a közügyekben pedig Újhelyi Nándor, a községi képviselőtestület elnöke. Köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a tévénézőket. Először tehát beszéljünk ezekről, ami a vízhálózat bővítését illeti. Itt mit kell tudni ezekről a beruházásokról? Milyen forrásból valósítják meg őket, és mi a terv? Ami a beruházásokat illeti, konkrétan ugye a vízvezeték hálózat cseréjét, itt el kell mondani, hogy tartományi és önkormányzati eszközökről van szó. Ugye a régi elavult azbeszt csöveket cserélik le a kivitelezők. Ezek a munkálatok most Törökkanizsa főutcáján folynak. A Horgosi vízművek a kivitelező cég, és ezeket a munkálatokat rövidesen be is fogják fejezni. Ezen kívül ugye hallottuk azt, hogy a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán is vannak beruházások. Ez valamivel kisebb összegben 1,6 millió dinár értékről van szó, és ezek a munkálatok tulajdonképpen azt szolgálják, hogy majd tudjunk tovább pályázni a tisztítórendszer kiépítése érdekében. Ami a vízhálózatot illeti, gondolom, hogy az azbeszt csöveknek a kicserélése a cél az egész község területén. Így van. Ezzel hogy állnak? Körülbelül mekkora százalékban sikerült lecserélni? Tulajdonképpen ezek a munkálatok már több éve visszamenőleg folynak, ami azt jelenti, hogy az év végéig, amikor ugye befejeződnek ezek a munkálatok, akkor a vízvezetéknek a nagy része ki lesz cserélve. Egy picit beszéljünk az úthálózatról, illetve az utak, járdák állapotáról. Itt mi a helyzet, mit kell tudni, milyen beruházások zajlanak? Igen, ahogyan a riportban is láthatták a kedves nézők, és tulajdonképpen ahogyan a törökkanizsai polgárok ezt már tapasztalhatták az elmúlt napokban, hetekben, a főutcának egy része lesz fölújítva, ami a járdát illeti. Ugye a tavalyi év folyamán a középiskola, illetve az általános iskola előtti rész lett fölújítva, az idén pedig folytatódik ez tovább a főutca egyik és másik részén is. Ezen kívül pedig, ugye itt el kell azt még mondani, hogy a beruházásokat az önkormányzat finanszírozza 3,5 millió dinár értékben, ezen kívül pedig arról is tudunk beszámolni, hogy a mezőgazdaság kapcsán, a mezőgazdasági szférában is vannak beruházások. Itt ugye a határutakról beszélünk, itt jó részt tartományi beruházásokról, tehát a tartományi mezőgazdasági titkárság által finanszírozott beruházásokról van szó. Nyilván az önkormányzat, mint olyan is részt kell, hogy vállaljon ezekben a projektumokban. És ugye itt nem csak Törökkanizsáról tudunk beszámolni, hanem Gyála, Szerbkeresztúr és Firigyháza határában is lesznek fölújítva határutak. Ha már az utaknál tartunk, egy kerékpárúttal kapcsolatos IPA pályázat is folyamatban van, ezzel hol tartanak? Hát igen, ezt az IPA pályázatot is már jó pár évvel ezelőtt elkezdte határon túli partnereivel a törökkanizsai önkormányzat. Most úgy vagyunk, hogy ki van írva a nemzetközi közbeszerzés, és valamikor a jövő év elején kellene, hogy elkezdődjenek a munkálatok. Tulajdonképpen, hogyha ezek a pályázatok is megvalósulnak, akkor kerékpár úttal lesz összekötve Törökkanizsa és Szeged, illetve Makó, tehát a turizmus szempontjából is fontos előrelépésről tudunk majd beszámolni. Ami az iskolákat, oktatási intézményeket, illetve az utóbbi időben voltak-e valamilyen fejlesztések? A napokban lesz megtartva a községi képviselőtestület ülése, amelyen módosítani fogjuk az idei költségvetést. Olyan 558 millió dinár körüli összegre számítunk ebben a pillanatban. Ez körülbelül 2%-kal kevesebb, mint amit az év elején, illetve ugye tavaly előre láttunk. Viszont ez azért következett be, mert a már említett kerékpárúttal kapcsolatos beruházásokat jövőre fogjuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy nem fog csökkenni a költségvetés. Sőt, például az oktatási intézmények kapcsán elmondhatjuk azt, hogy komolyabb beruházások fognak megvalósulni. Itt kiemelném a Dosite Obradović szakközépiskolát, ahol anyaországi és önkormányzati finanszírozással egy teljesen új tankonyhát fogunk felszerelni. Itt a beruházás értéke több mint 4 millió dinár, kettős felet biztosít Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor
ZRT, a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével, a fönnmaradó összeget pedig a török-kanizsai község fogja finanszírozni. Ez tehát a jövő év folyamán fog megvalósulni? Nem, ezek a beruházások még az idén el fognak kezdődni, hiszen az idei költségvetést fogjuk módosítani. Ezek a pénzeszközök már megérkeztek, és ehhez csatoljuk, illetve ehhez biztosítjuk mi még a mi részünket. És mi az, amit a községi képviselő testület elnökeként mindenképp szeretne, ha jövőre megvalósulna? Hát nagyon sok tervünk van, azt el kell mondani. Nyilván minden attól fog függni, hogy mekkora pénzeszközök lesznek biztosítva, nyilván amennyi fog rendelkezésünkre állni. Az idei költségvetésben olyan 22-23%-át tették ki a beruházások, és reméljük, hogy jövőre is ez körülbelül ezen a szinten lesz. Egyházi vonatkozásban is nagyon sok olyan beruházás van még, amit meg kell valósítani, úgyhogy én azt hiszem, úgy gondolom, hogy a következő, tehát a 2019-es évben is nagyon sok pozitív dologról tudunk majd beszámolni, ami a beruházásokat illeti. Újhelyi Nándor, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.